1848. március 15. Hogy mi is történt ezen a napon? Megpróbálom neked elmagyarázni. Biztosan emlékszel még Rudas Matyi történetére, ahol volt a gonosz Döbrögi, aki sanyargatta a népet, ingyen dolgoztatta a szegényeket, ő egyre jobban gazdagodott, az emberek pedig nagyon szegények kezdtek lenni. Valami hasonló történt Magyarországon is, csak Döbrögit császárnak hívták, az osztrák császárnak. De mit lehetett tenni? Egy nap, március 15-én pár fiatalember eldöntötte, hogy tesznek valamit, hogy megváltozzon minden. Ő volt például Vasvári Pál, Jókai Mór, Irinyi József, és a mindenki által ismert Petőfi Sándor. Összegyűltek a Pilvax kávéházban. Leültek közösen, tanakodtak, s leírták egy papírra, hogy mit szeretnének a magyar embereknek. Így született meg a 12 pont. Kitalálták, hogy elmennek a nyomdába, Landerer nyomdájába, hogy kinyomtassák, amit kitaláltak, amit papírra vetettek. Szerették volna, ha mindenki elolvassa. Szakadt az eső, de őket nem érdekelte. Mentek lelkesen tovább. Egyre többen csatlakoztak hozzájuk, a végén már nagyon sokan voltak. Sikerült kinyomtatni a 12 pontot, hogy mik voltak a követeléseik. Szerették volna a sajtószabadságot, mivel a császár emberei mondták meg mindig, hogy mit írhatnak az újságok. Azt szerették volna, hogy legyen saját bankja a magyaroknak. A gazdag és szegény ugyanúgy feleljen a bűnös tetteiért. Ne kivitelezzenek semmiben senkinek azért, mert valaki gazdag, legyen egyenlőség. Legyen országgyűlés, ami évente összeül. A külföldi katonák hagyják el Magyarországot. Legyen saját katonaságunk. Legyenek olyan miniszterek, akik a magyarokért dolgoznak, és nem a császár embereiért. Magyarország egyesüljön Erdéllyel, és azokat a rabokat, akik a császárnak nem engedelmeskedtek, engedjék szabadon. A végére már nagyon sokan voltak. Petőfi, akit említettem, elszavalta az előző nap írt versét a Nemzeti Múzeumnál. Talpra magyar! Híja haza! Itt az idő, most vagy soha! Mindenki egyszerre kiabálta e sorokat a vers végére. Az emberek örültek, nagyon boldogok voltak, lelkesek, és folyamatosan éjjeneztek a fiataloknak. A császár, amikor megtudta, hogy el akarják őt küldeni, nem tetszett neki. Válaszul katonákat küldött, és megtámadták a magyar embereket. De a magyarok nem ijedtek meg, bátran szembeszálltak a császár katonáival, és harcoltak, amíg tudtak. Sok-sok hónapig tartottak ezek a harcok. Sokat elvesztettünk, de mégis sok jó változást hozott ez a csata. Na de majd erről később, ha nagyobbak lesztek. A csatákban nem csak idősebbek vagy fiatal felnőttek vettek részt, hanem sokszor olyan fiúk is, akik még alig voltak 14 évesek. Március 15-én a bátor magyar huszárokra is emlékezünk. De milyenek voltak a huszárok ruhái? Tudtad, hogy egy egész önvédelmi rendszernek felelt meg a ruházatuk? Mutatok egy képet. Íme
egy teljes huszár alapfelszerelés. Nagyon sok mindent látsz itt, egészen felülről a csákótól kezdve a sarkantyús csizmáig. Nagyon sok érdekes szót olvashatsz itt, de menjünk végig sorba szépen. Tudtad? A mentét, vagyis a kabátot a huszár mindig magával hordta, télen-nyáron. Sosem tudhatta, mikor lesz hideg vagy meleg. Általában félvállon hordták, mint ahogy itt a képen is látod. Így pajzsként is működött a balról érkező ellenség karcsapásai ellen. A huszárok nagy többsége jobb kezében tartotta a kardot, ballal fogták a ló kantárját. Ezért kellett a bal oldalukat védeni, amit a mente meg is tett. A mentének, képzeljétek el, vannak viselési szabályai. Plusz 5 fok és plusz 35 fok között félváron hordták ezt a kabátkát. Mínusz 5 és plusz 5 fok között viszont két vállon hordhatták. Ha már nagyon hideg lett, mínusz 5 fok alá ment a hőmérséklet, akkor már az ujjukat is belebújtatták a kabátba, és felvették teljesen. A huszár felső ruházatát, vagyis azt, amit te vastagabb pulóvernek vagy kis tavaszi őszi kabátnak neveznél, dolmánynak hívták. Ehhez tartozott általában egy nadrág is. A huszár ruhája lehetett búzavirágkék színű, zöld, vagy akár piros is. Ez attól függ, hogy melyik huszár ezredben szolgált a katona. Mindkét ruhadarabon, ha megfigyelitek, gyönyörű zsinóros díszítések voltak. Általában sárgás vagy ezüstös színűek. Na de nem cicomából készítették ezeket. Ezek a kötélszerű díszítések is, képzeljétek el, védelmet adtak. Hiszen ha a kardjával lesújtott az ellenség, akkor ez a nagyon erős zsinórzat megvédte a huszár testét, mint egy modernebb golyóálló mellény. Így volt ideje újra támadni. Olykor ezekbe a zsinórokba fémszálakat is erősítettek, így még erősebbé vált a huszár ruházata. Ilyen zsinórok, más néven vitézkötések voltak a ruha több részén. Megtalálhatóak voltak a csukló környékén. Vagy éppenséggel a nadrág comb részén. Pontosan azért, mert ezek veszélyes támadási pontok voltak. De ilyen vitézkötéseket találhattunk, amit zsinórövnek hívtunk, a derekukon. Ha megnézed, nagyon vastag zsinórok, és ugye általában, ahogy mondtam, akár fémszálak is futhattak benne. Így ezek a zsinórövek megvédték a has környékét az esetleges támadásoktól. A csákó. A csákó is hozzá tartozott a ruházathoz. Amint látod, a fejükön hordták. Mindenféle gyönyörű díszt is találhatsz rajta. De bizony ezeknek is megvolt a szerepe. Nem feltétlenül azért ilyen díszesek, mert hogy tetszelegni akartak volna bárkinek is a huszárok. Voltak rajta láncok, amelyek ugyanúgy megvédték egy-egy karcsapástól a huszár fejét. Voltak zsinórok rajta. Gombok, erős gombok. És a címer is. Ezek mind-mind azt a célt szolgálták, hogy megvédje őket az esetleges erősebb karcsapásoktól. Ezekkel a díszekkel erősebbé tették a csákót. A csákót egy bőrszíjjal kötötték a nyaknál a fejükre, mint ahogy te kiskorodba a megkötős sapkádat. A sarkantyút a csizmára helyezték fel. Minden huszár csizmáján volt egy sarkantyú. Ennek az volt a szerepe, hogy vágtára, gyors futásra ösztönözzék a lovakat vele úgy, hogy finoman megbökték a ló oldalát. Egy pár fegyverzet. Ugye volt nekik puskájuk, pisztolyok, kardok.
A pisztolyokat vagy a karabélyokat jobban szerették, mert rövid a csöve, és lovaglás közben nem zavarta őket. Általában párban kapták a fegyvereiket. Kisebb és nagyobb fegyvereik is voltak, amint a képen is láthatjátok. De itt is kiderül, hogy milyen okos a magyar nép, hiszen elsődlegesen nem a gyilkolás volt a cél a csata során, hanem az ellenség megsebesítése. Ha megsebesítettek egy ellenséget, a sérültet mindenképpen két embernek ki kellett menekítenie a csatából, így már is három emberrel kevesebben álltak velük szemben. Ugye milyen okosok? Na de még egy kis érdekesség a huszárokról. Képzeljétek el, hogy a huszárok a kardjuk vagy a szabjájuk nélkül nem mentek ám sehova, mert sosem lehetett tudni, mikor támadják meg őket. Még az ajtót is csak bal kézzel nyitották ki, hogy a jobb kezük mindig szabad lehessen, ha váratlanul cselekedni kell, vagy váratlan támadás éri őket. A végére jöjjön egy nem igazán harcos érdekesség. Miért mennek a hölgyek a férfiak jobb oldalán a mai napig is? Képzeljétek el, hogy ez a huszároknak is köze van. Nézzétek meg jól ezt a képet. Mutatom. Itt van egy fiatal ember, és ugye a bal oldalán található a kard. Most, ha a hölgy a bal oldalára kerül, és ott fogja karon, és így sétálnak, akkor bizony a hölgy mindig bele fog akadni, vagy meg fogja ütni magát a súlyos karddal. Ezért van az, hogy a hölgyek átkerültek a jobb oldalra, mert ott semmi sem akadályozza őket. És hogy miért hordják a hölgyek jobb oldalt a táskájukat? Hát azért hordják mai napig jobb oldalt a táskájukat, hogy közelebb tudjanak simulni a fiatal emberekhez. Ennek a nemzeti ünnepnek a legnagyobb szimbóluma a kokárda. De mit is jelentenek a színei, a piros, a fehér és a zöld? A piros a vitézséget, az erőt jelenti. A fehér a magyar nép hűségét jelenti. A zöld pedig minden magyar reménységét. Ezennel itt a vége, fuss el vége a mai videónak. De mivel nem tudunk most közösen megemlékezni erről a nemes ünnepről, bízom benne, hogy március 15-én, ha más nem, egy kokárdát magadra tűzöl. Mindenkinek csodálatos szép napot kívánok. Sziasztok!